Köszöntöm Önöket, ez itt a Metszet. Az elmúlt másfél év, leszámítva a politikai csatározásokat, az országos korrupció ellenes ügyészség ténykedésétől volt hangos. Magas rangú politikusokat vertek bilincsbe, helyeztek előzetesbe, ítéltek letöltendő börtönbüntetésre. Kollégáim újságírókat kérdeztek a kialakult helyzetről, annak jártak utána, hogy korrupció ellenes küzdelem, vagy pedig nagy leszámolósdi az, ami jelenleg zajlik Romániában. Ahhoz azonban, hogy érzékeltessük a helyzet súlyát, nézzünk előbb egy kis történelmet. Az ügyészek hálójába került miniszterek annyian vannak, hogy minden különösebb gond nélkül két kormányt is alakíthatnának. Az elmúlt 25 évben mintegy 35 volt, vagy jelenlegi miniszter szerepelt már a DNA listáján gyanúsítottként vagy vádlottként, volt őrizetben vagy előzetesben, illetve került börtönbe. Nemtől, kortól és politikai színezettől függetlenül. Az 1989-es rendszerváltás óta Adrián Nösztase az egyetlen miniszterelnök, aki börtönéveket tud maga mögött. Ha úgy tetszik, ő a hazai korrupciós botrányok legnagyobb embere. 2012-ben két év letöltendő börtönbüntetése ítélték, az ügyészek abban találták vétkesnek, hogy 2004-es választási kampányára illegálisan gyűjtött pénzt vállalkozóktól. 2013 márciusában kiengedték a börtönből, 2014 januárjában azonban ismét rács mögé került, a legfelsőbb bíróság 4 év letöltendő börtönbüntetést szabott ki rá. A Zambakcsián néven ismerté vált perben az ügyészek azzal vádolták a volt kormányfőt, hogy 2002 és 2004 között 630 ezer euró értékben fogadott el ajándékot lakása felújítására. A kormányfő, aki 2000 és 2004 között volt a Viktóriai Palota feje, kormányt alakíthatna azoknak a minisztereknek a részvételével, akiket börtönbüntetésre ítéltek. Ennek a kormánynak nyilván egyelőre nem lenne annyi tagja, mint a jelenlegi Ponta kabinetnek, egyes emberekre két-két tárca is jutna. George Kopos és Danvoy Kulescu miniszterelnök helyettesi tisztséget kaphatnak a börtönkabinetben, a miniszteri tárcákat pedig 8 ember között kellene elosztani. Johan Avram Muresan, Decebal Traian Remes, Kodruc Seres, Nagy Zsolt, Relu Fenekiu, Tudor Kiuariu, Sorin Pantis, Viktor Babiuk, Miron Mitrea és Monika Jakobridzi. Ezek a politikusok jelenleg börtönbüntetésüket töltik, a legtöbben a rahovai ítélet végrehajtó központba kerültek. A legsúlyosabb ítéletet 10 év szabadságvesztés Danvoy Kulescu kapta. A konzervatív párt alapítóját, aki kiterjedt médiabirodalommal és sikeres vállalkozásokkal rendelkezik, tavaly augusztusban 10 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték. A bíróság abban találta vétkesnek Vojkuleszkut, hogy a piaci árnál 75-ször alacsonyabb áron törvénytelenül vásárolta meg egy mezőgazdasági kutatóállomás Bukarest melletti 3,5 hektárnyi telkét, és ezzel 60 millió euróval károsította meg az államot. Folyamatban lévő vagy a mentelmi jog miatt felfüggesztett ügyekben több volt miniszter is érintett. Adrián Videanu, Gabriel Sandu, Krisztián David és Elena Udrea az a 4 volt miniszter, akik előzetes letartóztatásban vannak, a korrupció ellenes ügyészség jelenleg is vizsgálja a dosszárjaikat. Az országos korrupció ellenes ügyészség küszöbét azonban ennél is több miniszter átlépte már. Számuk akkora, hogy egy virtuális kormányt ők is alakíthatnának. Igaz, kabinetjüknek egyelőre nem lenne miniszterelnöke. Liviu Dragnea és Adrián Severin miniszterelnök helyettesekkel már elbeszélgettek az ügyészek, de 15 volt miniszter ellen is kezdeményeztek már eljárást, igaz, ezek egy részét fel kellett függeszteniük. A virtuális kormány tagja lehet Eugen Bezsinariu, Serban Mihailescu, Mihály Tönösescu, Ekaterina Andronescu, Alexandru Atanasiu, Daniel Funeriu, Valerian Vreme, Dan Nika, Adriana Cikău, Borbély László, Jon Ariton, Stelian Fuja, Dan Sova, Ovidiu Szilagi és Viktor Paul Dobre. A vádiratok többségében kemény eurómilliók szerepelnek, annak ellenére, hogy mindenik miniszter felesküdött arra, hogy országát és népét fogja szolgálni. Nyilván egyes miniszterek esetében ezeknél a szavaknál sokkal értékesebbek azok a lakások vagy csúszópénzek, amiket hivatali idejükben kaptak. Leszámolás vagy valódi korrupció ellenes küzdelem? Erre keresték a választ kollégáim. Ha leszámolás, akkor ki áll mögötte? Ha korrupció ellenes harc, akkor meg az a kérdés, hogy valóban ekkora méreteket ölte a korrupció. Jövünk a válaszokkal. Parászka Boróka, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa, aki több magyarországi lapnak is ír romániai politikai elemzéseket, azt mondja, nem szerencsés jelzőket használni akkor, amikor a korrupciós ügyek mögötti indítékot próbáljuk megérteni. Ha azt mondjuk, hogy korrupció ellenes harc vagy küzdelem, akkor azt az
érzetet keltjük az emberekben, hogy itt folyik egy előre haladó és valamilyen határozott, végkifejlettel kecsegtető folyamat. Az adatok azt mutatják, hogy hát körülbelül 10 éves múltra tekint vissza 2006-tól az igazságügyi reform és az abból eredő korrupciós eljárások története, hogy az adatok szerint változik évről évre, hogy hány felderített ügy van. Az utóbbi 5 évben nem egészen 2000 ügyet tártak fel és zártak le. Ez nagyon alacsony. Úgyhogy nem hiszem azt, hogy itt valamiféle sikertörténetnek lennénk a tanúi, hogy ezt sokan politikai célokra felhasználják, hogy sokaknak érdekel fedni azt, hogy a látványos korrupciós ügyek mögött nincs valódi korrupció ellenes társadalmi igazságszolgáltatási rendszer, az tény, azt elismerem, vagy azt állítom. Cseke Péter szerint, bár sok a korrupt politikus, a tisztogatás is rossz szó arra, ami most történik. A tisztogatás is eleve rossz szó, mert azt sugallja, tehát bosszút sugall, vagy egy negatív folyamatra utal. Nem, szükség van a korrupció jelenségének felszámolására Romániában, mert mindannyian közemberek is tudjuk, mert hogy a legalacsonyabb szintől tényleg megvesztegethetők az emberek, a köztisztviselők. Miért ne lennének megvesztegethetők a politikusok? Miért ne próbálnának hasznot húzni politikai tőkéjüket, úgymond anyagi tőkévé konvertálni, ahogy szokás mondani, a politikusok? Én nyilván engem is elgondolkoztat, hogy valóban ennyire ijesztő mértéket öltötte a politikai osztályban is ez a jelenség. A jelek szerint igen, és ismétlem, ez akkor kap ez a kérdés választ, hogyha jogerős bírósági ítéletek születnek, mint ahogy lassan már elkezdtek is régebbi korrupciós ügyekben ilyen ítéletek megszületni. Ha a politikusokat érintő vélt vagy valós korrupciós ügyekről beszélünk, nem kerülhetjük meg azt a közhangulatot, ami 2014 közepétől az államfőválasztásokig uralkodott Romániában. Vezető politikai elemzők osztották azt a véleményt, miszerint azért keményített be a DNA, mert az ügyészek attól tartottak, hogyha Viktor Ponta lesz az államfő, jegelni fogja a folyamatban lévő ügyeket. Én magam is osztottam többé-kevésbé azt az elméletet, hogy az ügyészek attól tartanak, hogy Viktor Ponta lesz az államfő, és elképzelhető, meg lesznek az eszközei arra, hogy hát úgymond lecsillapítsa őket, és ezeket a főleg a szociáldemokraták ellen irányuló eljárásokat leállítsa. Ezt meg lehet kérdőjelezni, ezt az elméletet, de ez volt ugye az elképzelés, hogy azért tapostak bele a gázpedálba az ügyészek, hogy amíg még lehet, minél több politikust lecsopjanak, illetve hát minél több gyanúsított ellen megindítsák az eljárást, mert az államfőválasztás után ez már nem lesz lehetséges. Megtörtént az elnökválasztás, új államfője van az országnak, és nem, hogy ez a folyamat ugye leállt volna, vagy lassult volna, hanem nagyon látványosan, még látványosabban felgyorsult. Amit láttunk az elmúlt napokban, a sorozatos őrizetbevételek, az úgynevezett Microsoft dossziéban, illetve más ügyekben. Klaus Johannis megválasztásával sem hagyott alább a DNA, továbbra is szinte napi szinten születnek az egyes ügyekben az ítéletek, sorozatosak az őrizetbevételek, előzetes letartóztatások. Rostás Szabolcs szerint Johannis annak is köszönheti november 16-ai győzelmét, hogy a választópolgárok benne látták a korrupció ellenes küzdelem folytonosságának a biztosítékát. Az államfő éppen ezért a maga részéről támogatni fogja a DNA tevékenységét, legyen az valódi korrupció ellenes küzdelem, vagy háttérből irányított tisztogatás. Nem fog gátat venni a korrupció ellenes hadjáratnak. Igen, tehát annak idején nagyon sokan attól tartottak, hogy amennyiben Viktor Ponta lesz az államfő, akkor ez megakadhat, ez a folyamat. Én is úgy látom, hogy több garanciát tud Klaus Johannis biztosítani arra, hogy ez a korrupciós hadjárat működjék, hiszen amennyiben ő nem támogatná a jövőben teljes mellszélességgel ezt, akkor ez számára egy nagy fekete pont lenne, és nagy presztízs veszteséggel is járna.
A találgatás most akörül indult be, hogy vajon azért került-e Adrián Videanu és Elena Udrea az ügyészek hálójába, mert pártfogójuk, Traian Băsescu már nincs hatalmon. Cseke Péter szerint a volt államfő kegyeltjeinek a letartóztatásának semmi köze ahhoz, hogy új lakója van a Kotrocsenyi palotának. Én nem azt mondanám, hogy azért jutott el az ügyészség ehhez a két emberhez, mert most már Traian Băsescu nem elnök, és nincsenek meg a nincs hatalma akár esetleg megvédeni az ő hozzá, a hódudvárhoz közel tartozó politikusat. Egyszerűen meg kéne érteni, persze én magam sem látom át, csak információim vannak, hogy hogyan működik az ügyészség, mint intézmény, hogyan szokták ezeket a bűnvádi eljárásokat lebonyolítani. És itt kicsit, aki utána olvas, az tudja például, hogy egészen konkrétan az Elena Udrea esete egy feljelentés nyomán indult. És az történik, hogy megfélemlítenek egy üzletembert, gyanúsítanak, őrizetbe vesznek, kihallgatnak, és nagyon sokszor előfordul, hogy az ügyészség bizonyos alkut ajánl a gyanúsítottnak. Elnézőbbek leszünk veled szemben, ha itt most kipakolsz és elmondod mindent, amit tudsz. Én úgy tudom, hogy egy Gábi Szándó nevű úriember volt az, akinek ezt az alkut felajánlották, és így került be Elena Udrea képbe. Cseke szerint arra, hogy Elena Udreához eljutnak az ügyészek, mindenki számított. Már tavaly is, amikor Băsescu még hatalmon volt. A Metszet által megkérdezett politikai újságírók szerint igazából az a nagy kérdés, hogy milyen mértékben korrupt a politikai osztály. Kétség kívül, aki most szemlélője, és mindannyian szemlélői vagyunk annak, ami történt, akár csak vehetjük az utóbbi 5-6 évet, de ha csak az utolsó fél évet nézzük, akkor ijesztő. Tehát ijesztő kép. Itt most nyilván nem csak a nagy halakra idézőjelbe gondolok, hanem itt polgármestereket is visznek el, csuknak le, engednek szabadlában. Most éppen ugye Mezei János Gyergyó polgármestere volt az egyik. Itt arról ne felejtsük el azt sem, hogy a DNA élén történt egy vezetőváltás. Tehát a korrupciós ügyészség élén Daniel Morár helyett ugye Laura Kodurca-Kövesi következett. Nagyon sok minden múlik mindig, mindenütt az intézmény vezetőjétől is. Hát Laura Kodurca-Kövesi, ha lehet, még komolyabban veszi a küldetését, és ugye láttuk a költségvetési vitán is, hogy kiharcolta a DNA-nak szükséges összeget erre az évre. Nagyon nehéz erre, csak akkor lehet igazán választ adni erre a kérdésre, hogyha jogerős bírósági ítéletek születnek. Akkor azt jelenti, hogy az ügyészek jó úton jártak, be tudják bizonyítani az illetők bűnösök, akkor igen, akkor azt jelenti, hogy nagyon-nagyon korrupt a politikai osztály. A történethez azonban az is hozzátartozik, hogy az országos korrupció ellenes ügyészség nyerekben érzi magát. És nem kell nagyon benfentesnek lenni ahhoz, hogy minden kívülálló is látja, hogy a DNA-nál úgymond elengedték a gyeplőt. Itt ez alatt azt értem, hogy gyakorlatilag már szinte bizonyítékok nélkül is őrizetbe mernek venni embereket. Tehát most már az az eljárás, hogy amire egyébként a büntető perrendtartás lehetőséget ad számukra, hogy 24 órára őrizetbe mennek valakit, azzal minden nyakló nélkül élnek. És most Markó Attila konkrét esetére gondolok, hogyha Markó Attila most nem lenne történetesen Magyarországon, szerintem őt is minimum 24 órára lecsukták volna, ahhoz, hogy utólag kiderüljön, ami ki is derült a képviselőről, hogy olyasmivel gyanúsították, aminek semmi, de semmi köze nincs. Ez gyakorlatilag az ügyészség is elismerte azzal, hogy teljesen leválasztotta az ő ügyét, annak a bizonyos kárpótlási bizottságnak, a többi tagjának az ügyéről. A DNA gyakorlatilag azt tehet, amit akar. A jelek szerint szándék sincs arra, hogy bárki is felelősségre vonja az ügyészeket. Ehhez nyilván jogi eszköz sincs, hisz az alkotmány értelmében a korrupció ellenes ügyészség csak a legfelsőbb bírói tanácsnak tartozik magyarázattal. Korrupció ellenes ügyészség úgy tűnik, hogy függetlennek érzi magát, hiszen azt látjuk az elmúlt napokban is, hogy nem csak kormánypárti politikusokat, hanem olyan jelenleg ellenzékben lévő politikusokat is, politikusok ellen is bűnvádi eljárást indítottak, vagy őrizetbe vették őket, akik a nemrég leköszönt államfőhöz, Traian Băsescuhoz állnak közel.
Tehát egyféleképpen, hát rossz példa, de a vádhatóság egy ilyen elszabadult hajóágyúhoz hasonlítható, és úgy néz ki, hogy szabad kezet kapott, sőt, ma már egyfajta olyan szent tehénnek tekinthető a DNA, hogy ezzel már a politikusokat riogatni is lehet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a DNA tevékenysége körül minden rendben van, ellenkezőleg. Olyan esetek is vannak, hogy a 24 órás őrizetbevétel és a médiacirkusz után kiderült, hogy a beidézett politikus tiszta. Elég, ha egy emberrel úgy bánnak, mint ahogy Markó Attilával bántak, hogy gyakorlatilag az egész intézmény hitelességére, hatékonyságára, jó szándékaira, és itt ez is fontos. Most a jó szándék alatt nyilván azt értem, hogy kimondottan a munkájukat szeretnék végezni, vagyis a korrupció ellen küzdeni. Ez sajnos megkérdőjelezi, és itt amit még megjegyeznék, hogy ezt a helyzetet minden jel szerint a politikai osztály sem tudja kezelni. És ez alatt pedig azt értem, hogy ahogy mondani szokás, nem mernek hozzányúlni a DNA-hoz. Az Európai Unió azonban elégedetten nézi az országos korrupció ellenes ügyészség ténykedését, és ezt nem csak a brüsszeli nyilatkozatokból lehet kiolvasni, hanem tételesen is szerepel az Európai Bizottság Romániáról szóló úgynevezett együttműködési és értékelési mechanizmus keretében készített igazságügyi jelentésében. Komoly kérdés azonban, hogy a mindennapos kis korrupció, amit a taxisofőr vagy a fodrász követel, amikor nem ad számlát, mekkora veszélyt jelent az ország gazdaságára. Az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség alapintézménye annak az együttműködési és értékelési mechanizmusnak, amelynek Románia az Európai Uniós csatlakozása óta a monitorizálása alatt áll. Az együttműködési és értékelési mechanizmus az gyakorlatilag egy kitétele a Románia uniós szerződésének, és lényege az, hogy még 4 pontban van kipipálatlan házi feladat a Romániának. Ezek egyik házi feladat a korrupció ellenes küzdelem. A független igazságszolgáltatás, korrupció ellenes küzdelem. Tehát, hogy is mondjam, azt is úgy is lehetne fogalmazni, gyakorlatilag Brüsszel kötelezte Romániát, hogy egy olyan intézményt hozzon létre, amelyen ez már jól a csatlakozás előtt létre volt hozva, egy olyan intézményt hozzon létre, amely a korrupció ellenes küzdelem leghatékonyabb eszköze. Nem csoda egyébként az sem, hogy brüsszeli szakértők örömmel nézik azt, hogy mennyire hatékony a DNA, hisz az ügyosztály létrehozása az ő igényük volt. Brüsszeli igény volt, hogy legyen hatékony fegyver, mivel olyan méreteket öltött az országban a korrupció, hogy egy külön ügyészséget kellett erre a célra létrehozni. Nem, ezt azóta is vitatják, hogy erre valóban szükség van egy külön ügyészségre vagy nincs, de Brüsszelben tapsoltak, amikor ez az ügyészség létrejött, még Adrián Anastasi idejében egyébként, és tapsolnak most is. Olvassuk el a legutolsó jelentést, éppen most a napokban tették ugye közzé ennek a mechanizmus keretében készített utolsó legutóbbi jelentést, ahol a DNA-t gyakorlatilag csak dicsérik. A jelentés készítői, akik brüsszeli szakértők. A DNA tevékenysége kapcsán beszélnünk kell arról a média érdeklődésről is, ami az utóbbi időben övezi az ügyészséget. Rostás Szabolcs a Metszetnek adott interjúban felidézte Katalin Predoyú volt igazságügyi miniszter azon kijelentését, miszerint a választópolgárokat negatívan érinti az, hogy bilincsbe verve látják azokat a politikusokat, akiknek bizalmat szavaztak. Azt nyilatkozta az egyik volt igazságügyi miniszter Katalin Predoyú, hogy ő úgy jellemezte ezt a jelenlegi folyamatot, hogy egy nemzet számára hát egy kisebb fajta tragédia, amikor azt látja, hogy a vezetőit sorra úgy viszik el az ügyészségtől, hogy tehát bilincsre verve távoznak onnan. Ugyanakkor én pedig azt tenném hozzá, hogy nagyon úgy fest, hogy ez hozzátartozik a romániai politikai osztály megtisztulásához. Úgy tűnik, hogy enélkül nem beszélhetünk egy új politikai osztály kiépüléséről, megjelenéséről, és gyakorlatilag Romániában, például Bulgáriával ellentétben, mivel hogy nagyon sok esetben Bulgáriával hasonlítják össze, nálunk igenis ez szükségeltetik ahhoz, hogy ettől az egész jelenségtől, tehát magától a korrupciótól, illetve a korrupt politikusoktól megszabaduljon a közélet.
Parászka Boróka a korrupció ellenes vagy annak álcázott ügyek rossz média vízhangjára hívta fel a figyelmet. Ez egy rosszul mediatizált, manipulatív történetté vált ez a úgynevezett korrupciós harc, amiről nekem az 50-es évek békeharca és a sztálini retorika jut eszembe. De hogy a korrupció felszámolásában ezek az elszigetelt esetek, ne nevezzünk meg senkit. De hát ez csak egy rétege, egy felszíne ennek a dolognak. Nem arról szól, amitől ez a gazdaság nem működik. És ezzel nem biztos, hogy szembe akar nézni a román társadalom, mert azt mondja, hogy ahhoz, hogy én megéljek, ügyeskednem kell, és az a rátermett ember, aki tudja, hogy hogyan zsonglőrködjön a számláival, nyugtáival. Tehát azt kéne meglátni, hogy itt van egy támogató konszenzus a korrupció mellett ebben az országban. Cseke Péter a Metszetnek adott nyilatkozatában arra emlékeztet, hogy a DNA egyre hitelesebb intézmény az állampolgárok szemében, ami rendkívül jó táptalajt biztosít tevékenysége folytatására. A politikai osztály szavazóira tekint. A pártok a szavazóitaikat féltik. A politikusok a választóiktól tartanak, és tudni kell, hogy a DNA a legutóbbi felmérések szerint egyre hitelesebb intézmény a társadalom szemében. Tehát egyre többen bíznak ebben az intézményben, és valljuk be, egyre többen tapsolnak annak, hogyha egy olyan kaliberű ember, mint akár Elena Udrea rácsok mögé kerül, vagy ha nem is, de csendőrségi autóval szállítják a DNA székházába. Tehát ennek ez a mechanizmusa. A politikai osztály követi a választói akaratot, csak hogy ennek a folyamatnak mi lesz a vége, és milyen veszélyes vége lehet, ez csak később fog kiderülni. Általában, de főként Közép-Kelet-Európában van egy politika ellenes hangulat, ami gyanakvásban a demokratikus intézmények hitelének a megkérdőjelezésében merül ki. Ennek egyik folyamánya, hogy a korrupció ellenes intézkedéseket politika ellenes gyakorlatként értelmezik az állampolgárok. Parászka Boróka arra az egyáltalán nem ritka jelenségre is felhívta a figyelmet, amit a média munkások többsége tanúsít a korrupció ellenes ügyek kapcsán. A társadalom zsarolja önmagát. Aki nem teljes meggyőződéssel szólal fel minden egyes korrupciós ügyben az elítéltek ellen, aki árnyalni szeretné a képet, aki azt mondja, hogy itt nagyon komplex gazdasági folyamatokról, törvényhozási eljárásokról van szó, az gyanúba keveredik. Itt most fél mindenki, félnek a politikusok, fél akkor, amikor mandátumhoz jutnak, fél a parlament, amikor a mentelmi jog megvonásáról dönt, és legtöbbször így dönt, félnek az újságírók, hogy nem tűnnek elég harcos, korrupcióellenes médiamunkásoknak, és mindenki bizonyít. És az a baj, hogy nagyon sok a bába, és elvész a gyermek, mert nem tudjuk, hogy mit akarunk megszülni, hogy tényleg itt egy társadalmi leszámolás van, vagy pedig a gazdasági folyamatok letisztázása és kifehérítése. A Metszetnek nyilatkozó újságíró szerint a sorozatos őrizetbevételek a politikusokról szólnak ugyan, de ugyanilyen veszélyesek azok az ügyek is, amelyekben az átlagemberek érintettek, és amelyekről senki nem beszél. Ez is egyrészt a politikai verseny része. Kell bizonyítani, hogy itt nincsen kegyelem egyetlen egy fejnek sem. Része annak is, hogy a pártokon belüli átvilágítás nagyon rosszul működik. Korrupciós prevencióról nem beszél senki. Holott nem az lenne a cél, hogy már elkövetett, vagy még be nem bizonyított korrupciós eseteket leleplezzünk, hanem ne legyen korrupció. Most ennek a megelőzéséről nincs szó, és igen, hát és van ez a verseny, amiben nekünk bizonyítani kell, hogy itt nem nincs gátlás, és hogy bárki megjárhatja. Bár én azt hiszem, hogy a névtelen taxisofőr, aki nem ad számlát, vagy fogorvos, vagy fodrász, az, és ezeknek a tömege legalább akkora veszélyt jelent erre az országra, mint az a politikus, mert összeadódik a sok elsumákolt adólej, és a sok kis korrupció válik tényleg egy egész társadalom problémájává. Erről nem beszélünk. Kedves nézőim, mai adásunk eddig tartott, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten is várom önöket, a délerdélyi szórványba utazunk. Viszontlátásra!